A kézikönyv célja, hogy időt spóroljon meg, a törvény által biztosított lehetőségekről szóló ismereteket egyszerűen adja át a nemzeti tanácsoknak, így kiküszöbölve a hibák megismétlését. A törvények és az alacsonyabb szintű jogszabályok nem elegendőek. Egyértelmű utasításokra van szükség az önkormányzatok számára, hogy valóban alkalmazni tudjuk a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét és előmozdítását. Nem elég csak megalakítani egy rendszert, hanem ezt működtetni kell, és egyfajta segítséget kell nyújtani abban, hogy ez minél jobban tudjon fejlődni. Ez a kézikönyv egy nagyon jó példa arra, hogy az állami szervek hogyan tudnak konkrétumokban, tehát példákban is segíteni a nemzeti tanácsoknak abban, hogy minél jobban kihasználják és éljenek azokkal a jogokkal, amelyeket a törvény megadott nekik. A most hatályban lévő nemzeti tanácsokról szóló törvényt 12 évvel ezelőtt fogadták el. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke kiemelte, hogy a nemzeti tanácsok nem egyenlő kapacitásokkal rendelkeznek. Minél nagyobb egy nemzeti közösség, annál erőteljesebb a nemzeti tanácsa. Jobb a káderállomány, nagyobb a tapasztalat, nagyobb a rátermettségi mennyiség, ami generációkon keresztül összegyűlt. Ezért a nagyoknak a tapasztalata ilyen módon kerül közelebb a kicsikhez. A tartomány területén 17 nemzeti tanács tevékenykedik. Az a probléma, hogy mint minden jogrend, a Szerbiának a jogrendje is egy élő anyag, és megesik az, hogy az egyik törvény, amikor módosul, a szakemberek, a szakértők, akik ezen dolgoznak, nem feltétlenül szakértők minden egyes témakörben, így például a média szakértők lehet, hogy nem ismerik annyira, vagy nem érzik annyira a sajátjuknak, nem annyira prioritásként kezelik a nemzeti kisebbségi jogok óvását, megvalósítását. Az illetékesek elmondták, hogy az év végéig elkészül a nemek közötti egyenlőségről, a diszkrimináció ellenességről és a jogállamiságról szóló kézikönyv is.